Sziasztok! Van egy hiteles statisztikám két információval is. Az egyik az, hogy imádjuk a vasárnapi ebédnél a rántotóst. A másik pedig az, hogy a biztonsági játékosok, amikor elmennek étterembe és nem rutinosak, akkor általában rántotóst kérnek, mert azt ismerik, illetve azt gondolják, hogy azt nem lehet elrontani. Viszont én azt gondolom, hogy nagyon is el lehet rontani, úgyhogy én eljöttem a rántotósoshoz, hogy megnézzem, hogy hogy készítik a profi a finom rántott húst. Igazából az alapkoncepciónk az egyértelműen a vidéki vasárnapi ebéd volt, és én vidéken nőttem fel, úgyhogy ez volt így az elindítója ennek az egész folyamatnak, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember életében ez a vasárnapi ebéd, ez ilyen ominózus szerepet tölt be. Az anyukám által készített rántott hús a hajnali kloffolásokra való ébredés, amiből azt gondolom, hogy szintén nem sokan maradtunk ki, és ez volt az, ami igazából ezt az egész koncepciót összerakta így a háttérben. Ezt szerettük volna kicsit ilyen street foodosabb irányba elvinni, és szerettük volna megmutatni, hogy igenis ebben a kategóriában is lehet jó ételeket is kóstolni. A kínálatunkban igazából megtalálható szárnyas és sertés hús is egyaránt. Legkellendőbb azt gondolom, hogy talán a kara, illetve a csirkemell-csirkecom kombinációja. Ezen felül pedig házi fasírtal is készülünk, illetve természetesen az elmaradhatatlan rántott sajtér is lehet jönni hozzánk, illetve az ajánlataink is rendszeresen változnak, ezeket általában olyan kettő hetente szoktuk változtatni és variálni, ezek is egyértelműen házias ízvilágot képviselnek, és ebbe az irányba szoktunk elmozdulni, és mindenképpen szezonális ajánlatként kezeljük őket. Ezt fontosnak tartom még elmondani, hogy ugyan minden ételünk repceolajban készül, viszont alap különös figyelmet fordítunk, hogy például a rántott sajt ez ne ugyanabban a fritokban süljön ki, mint ahogy a rántott hús például. A simán lehet, hogy én túlrendeltem magam, de azt gondolom, hogy amikor az ember eljön a rántott húsoshoz, és arról szeretne egy ilyen objektív képet adni, megmutatni, hogy milyen is itt a rántott hús, akkor ahhoz meg kell kóstolni néhány rántott húst. Az egyik, amire a választásom azonnal ráesett, az a nagy rántott húsa. Meg kell, hogy mondjam, hogy az egész nagyon guszta, egy ilyen jó kis morzsás, prézlis rántott húsi, tejföllel megkenve és megszórva sajttal. Ez számomra vonzó. Aztán kértem egy rántott csirkecombot, ami tulajdonképpen kimondottan meglepő volt számomra. Egyik az, hogy bazi nagy, ezt nézzétek meg. A másik, ugye ennek semmiféle csirkecomb formája nincs, mert hát, hogy kifilézték. És van még itt rántott tarja, és van még itt csirkemell csíkok rántva. Na de most viszont nézzük nagy rántott húsát, ami karajból készült. Tudom, hogy tele szájjal nem illik beszélni, de azt rögtön el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon finoman ropog. Érezni a prézli réteget, ami finomra van sütve, és érezni a húsit, ami nem egy ilyen hártyavékony, hanem ilyen testes, finom rántott húsra. És hát persze nem utolsó sorban, hogy legyen egy olyan érzésem, mint hogy itt egy vasárnapi ebéd lenne, kaptam hozzá burgonyapürét, vajas burgonyapürét. És hogy teljesen meglegyen a vasárnapi ebéd feeling, ráküldök egy kicsi uborka salátát. Viszont nekem most csinálnom kell itt egy kis rendet, hogy hozzáférjek a kóstoláshoz. Elhelyezem azt a sorrendet, amivel kényelmesen hozzáférek. És megmondom őszintén, hogy a nagy rántott húsával egyszerűen meg kellett küzdenem, megettem az utolsó falatig, de ezekből már csak egy-egy falatot tudok enni, mert egyszerűen nem fér belém, de mindegyiket megkóstolom. Tudjátok, ez az a csirkecomb, amire mondtam, hogy meglepődtem, hogy nem találtam a csontot. Gyönyörű. Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon kellemes. Megvan a rántott csirkecombra jellemző íz. Egyébként még az a plusz extra, hogy nagyon tudományosan lett megsütve, szaftos, ropogós, és ugye nem kell küzdenünk a csonttal. Ez egy óriási, lehet késsel, villával enni. Ez pedig egy házilag kevert csípős majonéz, és tudjátok, hogy én imádom a csípőst, úgyhogy teszek is egy kicsit a húsomra. Finom a majonéz is, meg jó íze van a húsinak, de ami a zseniális, hogy amikor eszem, hallom itt, hogy a számba ropog a morzsa. Nagyon jó. Ez egyébként az, aminek látszik. Ez egy sült krumpli.
amitől mégis más és zseniális, hogy egy nagyon finom sós fűszersóval meg van sózva. Finom. Miután elpasszoltam a maradék csirkecombot, megkóstolom a tarját. Megmondom őszintén, hogy magamtól a legkevésbé se rendelnék tarját rántva, de miután nekem küldetésem van, hogy bemutassam nektek, természetesen meg fogom kóstolni. Azt is tudni kell, hogy nincs vele semmi más bajom, mint hogy nekem kicsit zsíros. De kóstolom. Szóval tipikusan az történt, hogy azt ajánlom mindenkinek, hogy legyen az a jelszó, hogy ne ítélj elsőre. Az volt ugye a hivatkozás, hogy azért nem szeretem a tarját, mert az általában zsíros. Na most ez a tarja nem zsíros. Nyilván ennek több oka is lehet. Egyik az, hogy ügyes a beszerző, a másik, hogy ügyes a szakács. És én arra gondolok, hogy ez inkább így lehet, mert úgy van kisütve, hogy eltűnik a sütés közben a zsír belőle. Épp ezért most azt gondolom, hogy teljesen tudományos legyen, vágok a hús másik végéből is. Azt kell, hogy mondjam, hogy már így ránézésre sem zsíros, kóstolom. Alig vártam, hogy le tudjam nyelni, hogy nehogy az utolsó szó maradjon meg a fületekbe, mert ez kóstolásra is kiderült, hogy ez egyáltalán nem zsíros ez a tarja. Nagyon szuper módon van sütve. Igazából most utoljára maradt a rántott csirkem el, miközben azt szeretem a legjobban. Ennek ellenére majd összeállítom azt a sorrendet, hogy a mai kóstolóból milyen sorrendet gondolok ízlésem szerint. Viszont a csirkemell az nálam mindig ketchup. Az az igazság, hogy én ennyit bírok enni. Nem többet. Tehát én kipipáltam a rántott húsikat. De az igazság, hogy amiket megkóstoltam, azokról tudok egy olyan véleményt alkotni, amivel teljesen hitelesen meg fogjátok tudni, hogy milyen is itt a rántott hús. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy itt a tulajdonos is elmondta, hogy repceolajba sütnek, és hogy a repceolajnak a sütési ideje abszolút meg van határozva, és ezt nagyon korrekt módon betartják, de ez mind érződik az elkészült ételeken, valamint az is egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen kettő fajta morzsát használnak, különböző szemcsemélettel, és azt mindig úgy keverik olyan arányba, hogy a megfelelő húshoz a megfelelő szemcsarányú morzsikát álljanak össze. Ezek az ételek nálam csillagos ötös kaptak, nagyon finomak. Viszont mielőtt kezdtünk, én megnéztem az étlapot, részint megnyugtatnék mindenkit, hogy mást is adnak rántva, a vegák is ehetnek rántott ételt, és van egy nagyon kedves étel, azt szeretném megkóstolni, ez a krumplifőzelék házi vagdaltal. Most az fog jönni. Annak ellenére, hogy én a vagdaltat is, meg a főzeléket is másképp készítem, ez a főzelék is, meg a vagdalt is teljesen rendben van, úgyhogy merem is mindenkinek ajánlani. Ami részint a különbség a kettőnk elkészítése módja között, hogy ez 100% hogy nem liszttel van sűrítve, miközben én mindent liszttel sűrítek, maradok a klasszik arc, illetve én szemmel láthatóan is több majorannát használok, de senkit ne zavarjon meg, ez egy korrekt, jó ízű főzelé egy nagyon korrekt vagdaltal. Nektek is jó étvágyat, hogy jöttök! Az az igazság, hogy ezt már nem én kértem, hanem én jöttem elköszönni a vendéglátóimtól, és kaptam még két palacsintát. Egyébként nem is tudom, hogy milyen. Azt mondták, hogy a vendégek ezt a kettőt szeretik a legjobban. Szabad ezt visszautasítani? Nem. Ez a lekváros. Az elején picit talán aggályosnak tűnhetett ez a palacsint, hogy nincs benne rég lekvár, de teljesen rendben van, ráadásul finom lekvár van benne, és maga a palacsinta az teljesen korrekt, friss. Hogyha fogadni kellene arra, hogy milyen ez a második palacsinta, akkor szerintem 100% hogy én nyernék, vagy az, aki azt mondaná, hogy ez túrós. Mert hogyha a vendégek két kedvenc palacsintáját kaptam, akkor a vendégek az a lekváros, meg a túrós szeretik, nézem. Á, nyilvánvaló. Túrós palacsinta. A lekváros palacsinta úgy volt jó, ahogy tökéletes is volt. Egy finom palacsinta tésztába vékonyan meghúzva a lekvár, egyébként én így szeretem, nem amikor tocsog, teljesen rendben volt. Viszont ez a túrós palacsinta első osztályú. Ugyanaz a tészta, nagyon-nagyon finom,
és hozzá egy ilyen nagyon-nagyon kidolgozott túrótöltelék, amiben külön benne van a cukor, de épp, hogy annyi, amennyi kell, finom a vanília íz és finom a citrom íz benne, csodálatos, ilyen első osztályú. Na szóval, voltunk itt ezen a nagyon-nagyon aranyos helyen, a rántott húsosnál, és tulajdonképpen azért jöttünk, hogy megnézzük, hogy milyenek itt a rántott húsok. Azzal együtt így belekeveredtem másba is, mert bizonyára láttátok végig, hogy ettem egy főzeléket vagdaltal, aztán még a legvégén ráduváltak engem egy palacsintára, sőt két palacsintára is, és összességében minden nagyon-nagyon finom volt, de miután mi egy rántott hús felzabin vagyunk, és azt is ígértem, hogy fogok egy olyan sorrendet felállítani, hogy valójában nekem melyik rántott hús íz lett a legjobban, most bevallom, változatlanul nem módosult az ízlésem, nekem változatlanul a rántott csirkemell a kedvencem, de olyan tökéletesen és finoman készítették el a rántott tarját, hogy a mai napon előlépett első helyre. És nyilván ez a szakácsnak, a vele dolgozónak a dicséretére váljon. Összességében én nagyon jól éreztem magam, finom volt minden hús, finom volt a főzelék, a feltétel és lenyűgözött egyáltalán a palacsinta is. Ajánlom nektek nyugodtan és jó szívvel, hogy próbáljátok ki, látogassatok el. Egyébként elég nehéz észrevenni, mert én csak úgy elmentem volna mellette, mert semmi hókusz-pókusz, de ami bent van és amit adnak, ahogy adják, az ilyen jó. Sziasztok! A videót a Biofilter környezetvédelmi ZRT támogatta.